Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nőgyógyászt játszott, ha kellett, ügyvédet, előzetesben a pécsi kuruzsló csaló. Énekes, zenés, táncos produkciók, Péter Pálnapi búcsú Kisjakab falván. 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, Lackfi János tartott gondolatébresztő előadást a fiataloknak. Újra most akad Dunában, Mohácsnál, a sokac hagyományt elevenítették fel a baranyai kisvárosban. Volt, hogy nőgyógyásznak, majd máskor ügyvédnek vagy közjegyzőnek adta ki magát egy 24 éves férfi Pécsett, akinek az előzetes letartóztatását a baranyai ügyészség kezdeményezte. A vádlott nőket vizsgált, sőt az egyiknek még a férjét is. Orvosi diagnózist állított fel, illetve kezelést javasolt, mindezt orvosi végzettség nélkül. Mikor pedig ügyvédnek, közjegyzőnek adta ki magát, pénzt csalt ki a károsultól, több millió forintot. Még a saját halálát is előadta, hogy pénzhez jusson. Képek az egészségügyi ellátásból, amihez semmi köze nem volt annak a férfinak, aki nőgyógyásznak adta ki magát egy női ismerősének. Olyan meggyőző volt a 24 éves vádlott, hogy a nő engedett neki, és megvizsgálhatta a kuruzsló. Egyszer a sértett rosszul léte okán neki felajánlotta, hogy megvizsgálja. Több alkalommal nőgyógyászati vizsgálatot végzett a sértetten, aki, mivel nem kellett fizetni a vizsgálatokért, ismerősének is ajánlotta a gyanúsítottat. A gyanúsított a sértett ismerősén egy nőn és egy férfin is rendszeresen nőgyógyászati vizsgálatokat végzett. A nőktől különböző nőgyógyászati mintát vett a férfitől, ondó mintát kért. Majd részükre orvosi diagnózist is közölt és kezelést ajánlott, mindezt úgy, hogy nem volt orvosi végzettsége. Egy másik esetben jogásznak adta ki magát, így jutott pénzhez. Tavaly évben ismerkedett meg az interneten egy sértett férfival, akinek hol ügyvédnek, hol közjegyzőnek adta ki magát, és tőle különböző indokokra hivatkozva 6 hónapon keresztül összesen több mint 11 millió forintot csalt ki a sértettet tévedésbe ejtve. Magát ügyvédnek kiadva baráti kapcsolatot épített ki vele, a bizalmába férkőzött. Ezt követően telefonon ismét egy másik személynek kiadva magát, elhitette vele, hogy ügyvéd barátja tragikus hirtelenséggel meghalt. Ezután több különböző, nem létező személynek adta ki magát, és többek között pénzt kért a temetésre, illetve a hagyatéki eljárásra is, mivel azt is előadta, hogy az elhunyt nagy értékű vagyont hagyott a sértetre. Ezek a cselekmények kuruzslás büntettének, illetve jelentős kárt okozó csalás büntettének a megállapítására alkalmasak. A Pécsi Járási Ügyészség indítványt tett arra, hogy a Pécsi Járásbíróság a gyanúsított letartóztatását rendelje el, részben a bűnismétlés veszélye miatt, részben pedig azért, mert a gyanúsított, miután őt kihallgatták kuruzslás büntette miatt, a korábban már megkezdett csalási cselekményeket tovább folytatta. A Pécsi Járásbíróság július 1-én elrendelte a férfi előzetes letartóztatását egy hónapra. A gyanúsított büntetlen előéletű rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, ezért tartani lehet attól, hogy folytatja a csalásokat, illetve elmenekül a felelősségre vonás elől. Rendőröket sodort el, illetve árokban kötött ki egy autós Nagyharsányban a hétvégén. A rendőrség szóvivője elmondta, hogy közúti ellenőrzést tartottak a településen kollégái. Ekkor érkezett az autó, amelyik a balesetet okozta. Az egyik rendőr lábszártörést, társa fejsérülést szenvedett a hírek szerint. A személygépkocsi vezetője vélhetően nagy sebességgel érkezett, későn észlelte a rendőröket, vészfékezett, azonban a járművel már nem tudott megállni. A gépkocsi lesodródott az útról, neki ütközött az út mellett álló rendőrautónak, valamint a két kollégámat is elsodorta. A baleset során mindkét kollégám megsérült, őket a mentő kórházba szállította. A baleset okozásáért a 28 éves férfi a helyszínen elismerte a felelősségét, ellene közúti baleset okozása miatt indított büntetőeljárást a Baranya megyei rendőrfőkapitányság.
A NAV baranyai ellenőrei július 4-e és 10-e között kedden Pécsen a Lánc utcai boltokban, szerdán a Kozán-Mislenyi vendéglátóhelyeken, csütörtökön pedig a pécsi Szabadságúti üzletekben razziáznak. A revizorok megjelenhetnek a Villányi Rozé Fesztiválon is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A megye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Tűzhelyen felejtett étel és annak környezete égett Pécsett egy több emeletes társasházban hétfő délben. A hivatásos tűzoltókat a pécsi kertvárosba riasztották, ahol egy vízsugárral oltották el a keletkezett tüzet. A füst miatt a tűzoltók megkértek néhány lakót, hogy maradjanak otthonukban, miközben 22 másik szomszéd még a tűzoltók érkezése előtt elhagyta az épületet. Ez az a pécsi Újic Béla utcai lépcsőház, melynek harmadik emeleti lakásához riasztották ma a tűzoltókat. Egy a tűzhelyen felejtett olajos serpenyő okozta a tüzet. A környékbeli lakosoktól kapott mobiltelefonos felvételeken is jól látszik, hogy hatalmas füst gomolygott a szoba erkélyén át az utcára. A nagy hőhatás miatt megolvadt az erkélyre szerelt redőny is. A pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, valamint áramtalanították az érintett lakást, a lángokat pedig egy sugárral eloltották. A szomszédos lakásokat is átvizsgálták, erre a tűz nem terjedt át, de a szomszédokat el kellett zárkóztatni. A katasztrófavédelem szóvívője elmondta, hogy a lakók elzárkóztatására azért volt szükség, hogy a szomszéd lakásokba füst ne tudjon bejutni, valamint az esetlegesen folyosón, lépcsőházban tartózkodó lakók közül senki se sérüljön meg, és biztosan ne kapjon füstmérgezést. Horváth Nikolett hozzátette, hogy nagyon fontos a tűz észlelésekor az azonnali, de helyes oltás. Ha tűzhelyen felejtett olajég, nagyon fontos, hogy vízzel sose próbáljuk meg eloltani, mert az olaj kifröccsenhet, égési sérüléseket és tüzet is okozhat. Ha ilyen esettel találkozunk, akkor a legjobb, ha lefedjük a serpenyőt, így megszüntetjük az égést. Ha a sütőben ég valami, nagyon fontos, hogy először kapcsoljuk le a sütőt, várjuk meg, míg a tűz magától elalszik, és vigyük ki az érintett edényt vagy serpenyőt a szabadba. Az elővigyázatosság különösen ebben a melegben tehát még fontosabb. A mai tűzben a konyha bútorzata is megsérült, továbbá kormos lett több helyiségben a fal. A kár jelentős, a javítások és a cserék ára gyors becslés alapján is elérhetik az 1 millió forintot. Új veszélyességi szintre lépett a migrációs nyomás, a migránsok egyre agresszívebbek, erőszakosabbak, már felfegyverkeznek és használják is ezeket a fegyvereket, hangsúlyozta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. Mint mondta, a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok tartósan háborús, inflációs környezetet hoznak létre. Emellett fokozódik a menekültválság és egyre súlyosabb migrációs kihívásokkal kell szembenéznünk, ráadásul mi, magyarok, alapvetően egyedüliként szembesülünk kihívással egyszerre délről és keletről, mondhatni kettős nyomás alatt állunk, húzta alá Szijjártó Péter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború fokozódó intenzitása miatt egyre nő a menekültek száma Magyarország keleti határán, és már naponta több mint 10 000 menekült érkezik az országba, számuk pedig már meghaladta a 820 ezret. Énekes, zenés, táncos produkciókkal készültek a Péter Pál napi búcsúra Kisjakabfalván. A helyi német önkormányzat és a község önkormányzatának szervezésében a kulturális műsor után svédasztalos vacsora és bál várta a vendégeket. A program célja, hogy ápolják a nemzetiségi hagyományokat. A Háner Duó produkciójával vette kezdetét a kulturális műsor Kisjakabfalván. A baranyai településen Péter Pál napi búcsút tartottak a községi és a német önkormányzat szervezésében. Az énekes előadás mellett zene és táncos programelemekkel is készültek a vendégek számára. Mivel svábok vagyunk, ez és próbáljuk a sváb zene mellett egy picit a kinti zenét is idehozni, a kinti német slágerzenét, szlovén, osztrák, német slágerzenét, és igazából mi a kezdetük kezdve az azt a repertoárt énekeljük. Persze a műsorokon hagyományos sváb táncokat is láthatjuk, vagy hagyományos sváb énekeket is, hagyományos sváb fúvószenét is hallunk. Tehát ilyen vegyes összeállítást szoktunk vinni, hogy legyen kicsit modernebb dolog is benne, vagy legyen hagyományos is benne. A műsornak egyébként a Fehérház adott otthont, ahol a résztvevőket finom ételek és italok is várták. A helyi német önkormányzat elnöke elmondta, hogy a településen korábban sok német ajkú lakos élt, számuk azonban megfogyatkozott. Ennek ellenére igyekeznek fenntartani a hagyományokat, tette hozzá Werner Renáta. Próbáljuk még, akik vannak fiatalok, és itt a környéken egy kicsit fellendíteni ezt a német svábsági
rendezvényeket, életet, hagyományt, őrzést, ápolást. Az eseményen a kulturális műsorok után svédasztalos vacsora és hangulatos bál várta a vendégeket. A baloldali módosító javaslatok 4600 milliárd forinttal borítanák fel a jövő évi költségvetést, és 3240 milliárd forintos adóemelést jelentenének, tette közzé Facebook oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn. A tárcavezető videóbejegyzése szerint áttekintették a baloldal 436 módosító javaslatát a jövő évi költségvetéshez. Ezek közel akkora összeggel 4600 milliárd forinttal borítanák fel a büdzsét, mint amit családtámogatásokra, a rezsivédelmi és honvédelmi alapra fordítanak összesen jövőre. Példaként említette, hogy a baloldali adóemelési javaslatok 3240 milliárd forinttal emelnék a közterheket, ezek között szerepel a karbonadó, amely 200 milliárd forintos adóemelést jelentene, vagy a társasági adó növelése is, amely 2360 milliárd forinttal növelné a vállalkozások terheit. Hozzátette, javaslataik szerint a költségvetési tartalékokat is fel kellene élni. Az eredeti 1260 milliárd forintos tartalék másfélszeresét, 1900 milliárdot költenének el a tartalékok terhére. A Pécsi Egyházmegye területéről és az ország különböző vidékeiről zarándokoltak fiatalok a négy napos találkozóra. A Mária Gyűdik egyhelyen immár 40. alkalommal gyűltek össze a katolikus fiatalok. A napi programok mellett egy-egy neves szaktekintély előadását is meghallgathatták. Szombaton Lackfi János, József Attila díjas író, költő és tanár tartott gondolatébresztőt. Elsősorban mi adjuk magunkat oda másoknak, az életnek, és hogy mit kapunk ebből vissza, bizonyára nagyon sokat. Ezekhez hasonló gondolatokat közölt az ifjú hallgatóság felé Lackfi János, József Attila díjas író, költő, tanár. Az előadó a fiatalokkal könnyen megtalálja a hangot, hiszen nem csak pedagógusi múltja, hanem nagy családja is erre inspirálja. Hangsúly azon van, hogy én megyek és szétosztom magam, nem megyek és bezsebelem a passzív jövedelmeket, amik most szépen csordogáltak mostanáig a persélyekbe, hanem persze áldásokat kapunk, már szép időt kapunk, zsizsegnek a kabócák, meg minden, egy csomó, minden más szempárok, emberek, találkozások, rengeteget aratunk, de elsősorban nem aratni megyünk, hanem szétosztani magunkat. Valahogy erről próbáltam beszélni. A Mária Gyűdi ifjúsági találkozóra tavaly elkezdték a készülődést. Már akkor meghívták a fő előadókat, akik mind a négy napon át értékes lelket felemelő, gondolatébresztő előadásokat tartottak. Aztán hirdetni kellett különböző felületeken az idei nagy eseményt, mondta Derges Dorottya, az egyik főszervező. Én azért nagyon szeretem ezt, mert nagyon-nagyon szeretem a célt. Tehát, hogy tényleg, hogy a fiatalokat minél közelebb vigyük az Úristenhez, hogy különböző kreatív, jó hangulatú programokkal tudjuk őket találkoztatni egymással, hogy legyen egy közösségük, találjanak új barátokat, ismerjék meg egymást. Én ezért nagyon szeretem, és ezért tartom ezt egy nagyon fontos dolognak, ezt a találkozót, meg az összes többi hasonló katolikus találkozót, mert ezek tényleg olyan életre szóló élményeket adnak, amik így kitörölhetetlenek az emlékezetből. A Mária Gyűdik egyhelyen immár 40. alkalommal gyűlt össze a katolikus ifjúság azzal a céllal, hogy vallásos környezetben kicseréljék gondolataikat, együtt töltsék az időt. Elsősorban a Pécsi Egyházmegye területéről érkeztek a zarándok fiatalok, de az ország távolabbi vidékeiről is jöttek szép számmal. Mintegy 130-an vettek részt a négy napos ifjúsági találkozón. Mintegy 120 program, sok ezer négyzetméternyi vetített felület és nemzetközi fényfestőverseny is várja az érdeklődőket a július 7-e és 10-e között a Baranyai megyeszékhelyen zajló Zsolnai Fényfesztiválon. Az ország első és egyetlen fényfesztiváljára 100 ezer látogatót várnak, és világhírű fényművészek mutatják be munkájuk legizgalmasabb darabjait. A Dzsámi, a Jókai tér vagy a Pécsi Nemzeti Színház mellett fényköntöst kapnak olyan új helyszínek is, mint az új pécsi vásárcsarnok vagy az Árkád parkjának játszótere, ami UV-színekben fog pompázni. A látogatók pedig olyan kuriózumokat is kipróbálhatnak, mint a fénnyel teniszezés, a fénygrafiti készítés és a fényóceánba merülés. A kiegészítő programok is sok izgalmat rejtenek, a fénybügy köldében például mindenki maga készíthet világító ékszereket és emléktárgyakat. Több százan gyűltek össze idén is a Sokac révnél, hogy az úgynevezett Dunai mosás eseményét megnézzék. A hagyomány szerint a családok együtt mentek mosni, így a hagyományőrző rendezvényen a Sokac körtől énekelve, táncolva indultak a résztvevők a kulturális kavalkádra.
Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok, ők a Dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokac révhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Talán azt hiszem, hogy sikerült ez a 25 év alatt átörökíteni azt, amit szerettünk volna, és igazán vannak fiatalok, akik köztünk nőttek már fel, most már 25 évesek, és azok azért viszik tovább, és bízom benne, hogy a továbbiakban is, amikor már az idősek kikopnak, elkopnak, azért lesz egy olyan generáció, aki ezt be tudja mutatni még a továbbiakban. A július első hétvégén megtartott program során nehéz évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyópartján, természetesen hagyományos eszközökkel. A Dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszappanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását, mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Nagymamám a Szigetben élt, és ő is régen a Dunára járt, az ő szüleivel, nagyszüleivel mosni, amikor még ez mindennapos volt. A mosás jó hangulatáról helyi zenészek gondoskodtak. Horvát származású vagyok, természetesen félig, anyukám horvát, és hát igazából 9 éves korom óta zenélek tamburán, a mohácsi zenekarral már egy 3-4 éve fel is lépünk az összes rendezvényen, amit megrendezünk itt Mohácson, mint sokac, mint horvát, igazából magyar rendezvény bármelyiken. A sokac rendezvényt folklór műsor zárta. Egy új kutatásból kiderült, hogy hazánkban a kutyákról gyűjtött kullancsok közül több az állatokra és az emberre veszélyes kórokozókat hordoz. Vérszívásuk során anaplazmózist, babéziózist vagy Lyme-kort okozó kórokozókkal fertőzhetnek, és előfordulhat az is, hogy rövid időn belül többféle kórokozó jut az állatba. A legtöbb fertőzöttnek talált kullancsban az anaplazmózist, a fehérvérsejtek károsodásával járó betegséget okozó baktérium fordult elő. Az állatok és az ember betegségét okozó baktérium ellen nincs védőoltás a házi állatok számára, ezért a terjesztő kullancsok elleni védelemmel lehet védekezni. A vizsgált kórokozók közül a Lyme-kort okozó borrelliák fordultak elő legkisebb gyakorisággal, a kutyákról leszedett közönséges kullancsok 6,1%-ban voltak. Köztudott, hogy ezek a baktériumok az emberben súlyos megbetegedéseket okozhatnak. A társállatok is fertőződhetnek, de ritkán mutatkoznak klinikai tünetek, és a borrelliákat a házi kedvencektől közvetlenül nem lehet elkapni. A régió híreivel folytatjuk. 2,2 milliárd forintos beruházást adott át az E.ON Tolnamözsön. A modern transformátor állomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával Szekszárd északi részén és Tolna térségében. A fejlesztést 1 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió és Magyarország kormánya. Átadták a Dél-Dunántúl legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházását Tolnamözsön. A 8000 négyzetméteren megvalósult új transformátor állomás biztonságosabb energiaellátáshoz jutatja a fogyasztókat. Alföldi Borús Márk, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, egyre nagyobb teher kerül az áramhálózatokra. Hogy nagyon dinamikusan nő a villamos energia felhasználásunknak az igénye. Ez a volumen, amit látunk előre láthatóan, már meghaladja a 2,5 gigawatt mértéket, beépített teljesítmény mértéket, amire szükség lesz a következő 5-10 évben. A legmodernebb távműködtetésű berendezésekkel és okos eszközökkel ellátott új transformátor állomás 2,2 milliárd forintból valósult meg, melyből 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország kormánya adott a fejlesztésre. Én azt gondolom, hogy a tolnai és környékbeli gazdasági szereplők is és a lakosság szempontjából is nagyon-nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, és én remélem, hogy az országban ez a jövőben máshol is folytatódni fog, hiszen nem csak az itt élőknek, de nekünk nyilván elsősorban a tolnaiak, mözsiek, szekszárdiak problémáinak megoldása az elsődleges. A tolnamözsi állomás közel 30 ezer lakossági fogyasztót és számos ipari üzemet lát el villamos energiával, de nem csak Tolna térségében, hanem Szekszárd északi részén is. Szekszárdon is ipari parki fejlesztésekben is gondolkodunk, jönnek a beruházók, és az első, második kérdésük az, hogy milyen infrastruktúra áll rendelkezésre.
autópályánk már van, most már van úgy gondolom, hogy megfelelő villamosenergia hálózatunk is, és a következő kérdésekre is pozitív válaszokat kell tudnunk adni. A mözsi állomás teljesen automatizált és távoli beavatkozással is működtethető, mindezek mellett pedig biztosítja az időjárás függő megújuló energiaforrások hálózatba való bekapcsolását is. Olyan mértékű az új csatlakozási igény, amely szükségesítette, hogy új állomást építsünk. Ebben az új csatlakozási igényben ipari ügyfelek is jelen vannak, és természetesen azok a napelem csatlakozási igények, amik erre a térségre is nagyon jellemzőek. Ez mind lakosságnál, tehát az a háztetőkre felszerelhető napelemekről is beszélhetünk, és azokról a nagyobb napelem parkokról is, amelyeket cégek építenek. A beruházás itt nem áll meg, tovább folytatják a villamos energiahálózat modernizálását és kapacitás bővítését, ami lehetővé teszi, hogy egy esetleges áramszünet kis időre vagy egyáltalán ne tűnjön fel a fogyasztóknak. Jövőre készülnek el a szakemberek a szekszárdi lőtéri ivóvízbázis kármentesítésével. A területet évek óta nem használja kitermelésre a megyei jogúváros, mert a föld alatt sok a mérgező anyag. A probléma évtizedek óta fennáll, a munka 2016-ban kezdődött el. Itt a szekszárdi lőtér alatt található a városi vízbázis legnagyobb egybefüggő felülete. A szakemberek 1993 óta tudják, hogy a felszín alatti réteg a legtöbb helyen gyengén, néhol erősen szennyezett. De nem csak ott, hanem itt, az Epreskert utca környékén is ugyanaz a helyzet. A talajban sok a szerves oldószer, mert a szocializmus idején az egykor itt működő ipari létesítmények nem fordítottak kellő figyelmet azok tárolására. 2016-ban nyílt lehetőség arra, hogy speciális módszerrel elkezdjék már a föld alatt megtisztítani a vizet. A szakemberek először felmérték, hogy a kár pontosan mekkora területet érint, és hol, milyen mértékű a szennyezettség. Ezt követően minden területre külön tervet állítottak össze, majd a tényleges beavatkozás is elindult. Különböző kármentesítési eljárásokat, kombinációját alkalmazzák. Mindegyiknek a lényege az, hogy olyan kémiai anyagot juttatnak el a szennyezett területen a felszín alatti térbe, amely vagy elősegíti, vagy pedig gyorsítja a szennyezőanyag lebomlását, és jelenleg a hatóanyag bejutatása folyik. A feladat hatalmas. Ezt mutatja az is, hogy több mint 6 milliárd forintba fog kerülni, és évekig tart majd. A kármentesítők folyamatosan nyomon követik az elvégzett munkahatékonyságát. Tudni kell, hogy ezeknek a felszín alatt zajló folyamatok az a sajátosság, hogy azokat sajnos nem lehet pontosan megtervezni, pontosan tervezni a környezet nagy változékonysága miatt, és ezért ugye ezt a műszaki beavatkozást is több fázisra bontják a kollégák, és mindig megfigyelik, hogy az adott fázisnak milyen eredményei voltak, és a soron következő fázis hatékonyan megtervezése miatt szükség esetén ugye korrigálják is az eredeti terveket. A szakemberek 2023. szeptemberében fejezik be a munkát, ezt követően viszont legalább 4 évig még monitorozzák majd az egész területet. 2 gyermek és 18 felnőtt hunyt el a 20 évvel ezelőtti Balatonkeresztúri buszbalesetben. Az áldozatokra emlékeztek a tragédia helyszínén. 2002. július 1-én hajnalban megpördült, majd felborult, és a tetején állt meg egy lengyel zarándokokat szállító busz. A baleset áldozataiért emelt haranglábnál a mentésben résztvevők emberfeletti munkájáról is megemlékeztek. 20 harang jelzi az áldozatok számát a 7-es út Balatonkeresztúri körforgalmánál. Itt történt napra pontosan 20 éve a lengyel zarándokokat szállító busz tragédiája. Erre emlékezett beszédében Lengyelország budapesti nagykövete, aki arról is szólt, hogy a helyi magyar közösség segített az áldozatokon. Ezért rendkívül hálásak vagyunk nekik. Nem fogjuk elfelejteni. Köszönjük szépen. Imádkozunk és emlékezzünk meg a lengyelekről és a magyarokról. A lengyel zarándokok Medjugorjéba tartottak, amikor bekövetkezett a tragédia. Az évfordulón nem csak az áldozatokra emlékeztek, hanem a mentésben résztvevőkről is szóltak. Mint azt Soltész Miklós államtitkár beszédében elmondta, emberfeletti munkát végeztek a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök. Volt olyan kisgyermek, akit órákon keresztül rendőr, tűzoltó és egy mentő magyar nyelven, magyarul mesélve, magyarul beszélve hozzá, tartott életben, tartotta benne a lelket, mindaddig, amíg ki nem tudták szabadítani a roncsok fogságából. Egyéni élethelyzetek,
egyéni történetek, de mégis a közösség erejét mutatta, hogy akkor mind orvosok, mentők, mind pedig rendőrök, tűzoltók, mind pedig az ideérkező egyházi személyeink is, papjaink is milyen módon próbáltak fizikai és lelki segítséget nyújtani azoknak, akik ennek a szörnyű tragédiának áldozataivá váltak. 2002-ben már létrehoztak egy emlékhelyet a baleset helyszínén a körforgalomnál. 2019-ben felújították a haranglábat, és egy szobrot is állítottak. Ez a Medjugorjei Máriát ábrázolja. A lengyel zarándokok odautaztak, amikor a tragédia történt. A Balatonkeresztúri körforgalomnál a tisztelet virágait is elhelyezték az emlékezők a busztragédia 20. évfordulóján. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Nőgyógyászt játszott, ha kellett, ügyvédet, előzetesben a pécsi kuruzsló csaló. Énekes, zenés, táncos produkciók, Péter Pál napi búcsú Kis Jakab falván. 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, Lackfi János tartott gondolatébresztő előadást a fiataloknak. Újra mostak a Dunában, Mohácsnál, a sokac hagyományt elevenítették fel a baranyai kisvárosban. Kedden egy hidegfront hatására gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet, és több tájegységünkön kialakulhatnak záporok, zivatarok, nagyobb számban a Dunántúlon és a keleti tájakon. Élénk több helyen erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Délután 26-39 fok várható, keleten, délkeleten lesz a legmelegebb, nyugaton, északnyugaton esnek vissza a maximumok. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, a holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!